Egy kocsicsatok még egyetet! Idén második alkalommal rendezték meg a Szeretet íze programot. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke és Tolna alpolgármestere elmondta, tavaly merült fel egy évvégi adventi program ötlete, ahol az emberek találkozhatnak, elköszönhetnek és átbeszélhetik az évet. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületét sütemény és zsíros kenyér, a Tolnai Háló Közalapítvány pedig forralt bor és tea vásárlásával lehetett támogatni. A szervezők babujással készültek a vendégeknek. A Dunamenti Polgári Egyesület pedig 2020 őszén alakult, kimondottan azzal a céllal, hogy közösségek részére programokat, rendezvényeket szervezzen, gyakorlatilag közösségépítő fő cél alakult az egyesületünk. Itt lakunk, itt élünk, egy közösséget alkotunk. Nyilván a mindennapokban mindenki azon ügyködik, azon dolgozik, hogy ellássa a feladatait, munkába járjon, nyilván szükséges ugye a családok fenntartása, de a civil élet az egy óriási lendületet tud adni egy-egy településnek. Tartalommal tudja gyakorlatilag a településeket, a települések infrastruktúráját megtölteni. Erre vállalkoztunk, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzuk, és egy ilyen közösségépítő, ilyen és hasonló közösségépítő programokat szervezzünk. Nagy várakozással tekintettünk az idei évi elé, mert nagyon jól sikerült a tavalyi. Az is egy ilyen spontán ötletből, egy gyors megvalósítással született, és hasonlóan szerveztük idén is, ugyanazzal a tematikával. Úgy gondoltuk, hogy alapvetően tényleg az advent jegyében, a béke, szeretet, hit és remény jegyében ez egy megnyugvás, egy békesség, gyakorlatilag arra hívjuk az embereket, hogy együtt legyünk egy pár órát, egy közös beszélgetés, se zárjuk ezt az új évet, és utána nyilván mindenki visszavonul a családjába. Most is ez a várakozásunk, hogy nyilvános a program, hirdettük az online térben, hirdettük a médiában, mindenkit várunk szeretettel, közösen búcsúzzunk el az új évtől. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. A Tolnai Háló Közalapítvány 2005-ben alakult. Céljuk a hátrányos helyzetű emberek, csoportok támogatása. A forralt bor és tea mellett egy kiegészítő sátorral is készültek, ahol a gyerekek a télapóval találkozhattak. Szeretnénk mindenki számára szebbé tenni az ünnepet. Ezt a célt szolgálta a Tedd szebbé a karácsonyt elnevezésű programunk is, ami több civil szervezet összefogásával valósult meg, és hátrányos helyzetű gyerekek, családok számára tudtunk karácsonyi csomagokat összeállítani. A Tedd szebbé a karácsony programot egy jótékonysági átverés előzte meg, és ennek a jótékonysági átverésnek a bevételéből tudtuk ezeket a csomagokat összeállítani és a rászorulók részére eljuttatni. Az alapítvány gyermekek számára szervez szabadidős programokat, kirándulásokat Budapestre, táborokat, játszóházakat. Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a programokat, olyan helyekre igyekszünk ellátogatni, ami amúgy nem biztos, hogy mindenki eljut. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületében 63 család van jelen tagként. Az eseményen süteményt sütöttek és zsíros kenyeret készítettek. A befolyt összeggel gyermekek programjait szeretnék támogatni. Hát az egyesület már több mint 25 éves, 97. januárjában alakultunk, 63 család van jelenleg a körünkben, szinte minden hónapban programokat tartunk, kirándulások vannak, különböző rendezvények is részt veszünk a város, tehát az életében is. Szerintem egy városnak a szíve lelke a civil közösség. Tehát én szerintem civil közösség nélkül nem lehet élni, és nagyon nagy igény van arra, hogy legyen egy olyan csapat, egy olyan közösség, ami azonos értékek mentén úgymond dolgozik, és én azt hiszem, hogy nálunk ezt mindenki magáévá teszi, és nagyon egy húron pendülünk ez ügyben. Tudjuk ugye, hogy advent az a készülődés, a várakozásnak az ideje, és talán itt egy kicsit úgy mindenki megpihen, egy kicsit több szeretet van a szívében, mint máskor, és hát ezt mindenképpen meg kell tanítanunk a gyerekeknek is. Tehát, hogyha nincs előttük példa, nincs, aki megtanítsa őket, és mi ezt szeretnénk átadni a mi gyerekeinknek is az egyesületben. A szervezők célja a hagyományteremtés, így a jövő évben is szeretnék megrendezni az eseményt.